Még átmegyünk a szomszédba, a szomszéd asszonyhoz. Igen. Szerencsétlenségben majd lesz folytatás is ennek a dalnak, amik a fog következően. Mondjátok meg! Én is mennék azt akartam, hogy a szomszéd az csak csúnya. Hát az nincs benne a dalban, hogy most csúnya. A szomszédunkban él egy nő, a Katika. Erről szól a dal. Azért lehetett meg égen is a dal megírására. És ilyen nagy szíve van a Katikának. Igen, kettő nagy szíve van. Thank you.
megtörni ezt az autót, szélvészim ezt a felegítőt. Thank you.
Én hallani merek, hogy van olyan, hogy titkolja az ember. Meg tetszik hallgatni a dalt, biztos, hogy azt mondja, hogy igazam volt, hogy megírtam, mert ő is eltitkolná, ha egy cigánynőt szeretne. Igen, arra szóval mondta, Magyarországon az a baj. Nem komolyan. Ezt
Becsület számomra mondom, hogy csodálatos és egy óriási élményt nyújtott nekem az, hogy itt lehettem önök között. Nem búcsúzom még el. Következő dal majd erről fog szólni. Hogy ugye a cigánylány, tetszik tudni, a cigánylány, és akkor megtudják, és akkor ott hagyjuk az asszonynak egy levelet. Az asztalon, erről szól a következő dal. Búcsúlevél az asztalon. Thank you.
Köszönöm szépen! Köszönöm mindjártnak a segítséget! Csodálatos volt hallani! Egy nagyon kis szünetet tartanak, és akkor szeretettel várunk vissza mindenkit! Újra társadalmat! Szeretettel mostanában, ha ilyen sokáig így maradunk mostanában, maradunk tovább, és menjünk át a napterembe folytatni. Bent vannak egy ilyenbe, egy ilyen non-stop. Beiratkozunk a Guinness Rekordok könyvébe. Mert vannak egy ilyenben? Jó? Oké. Okay. Thank you.
kezdenénk a következő mulatóst. Hát ez lenni, hogy egy kis Erzsébet neki nagyon-nagyon jó napot kívánna és az asszony barátok. És ugyanakkor minden Erzsébetben kívül van Erzsébet, így van, vagy nem? Kétfő Erzsébet? Bár nálam úgy írja, hogy kétfő. Mati, te is Erzsébet vagy? Hát a világot azt nem hoztunk Erzsikék, elnézést kérünk, nem tudtuk, hogy Erzsike van. Tehát ezzel a dallal akkor ez a mulatos összeállítással kívánunk mindenkinek nagyon boldog névnapot, és a Katinknak is, az majd egy kicsit később, aztán főnek is, mert lehet, hogy nem találszunk addig. Igen, hát akkor fogadjátok sok szeretettel ezt a csokrot, ezt a csokor magyarul, tehát hadd szólj és látszok. Oh,
elkísértek ezen a göröngyös úton, és kívánok mindenkinek további jó egészséget és jó éjszakát. Hölgyeim és uraim, a színpadon Kösztor Ferenc! Köszönjük szépen! És szerintem mindenki, aki itt volt ma este, nagyon-nagyon jól érezte magát. Köszönjük szépen, Ferenc! És ti meg mondjátok meg másnak, aki nem volt itt, hogy megbánhassák. Nagyon szépen köszönöm, de én ezt a tepsót meg szeretném hálálni még egy dollal srácok, jó? Van egy olyan dalom, köszönöm szépen, hogy hajnal felé, hazafelé, és mivel hogy most aktuális, mert hajnal felé még igaz nincs hajnal, igen, hajnalodik, hogy tessenek vigyázni, erről szól a dal, mert tessenek figyelni a szövegét. Köszönöm szépen!